Az érdemért nemzeti érdemrend lovagi fokozatával tüntette ki postmortem Klaus Johannis államfő Török Zsoltot, a múlt hétvégén elhunyt aradi hegymászót. Török Zsolt a pályafutása során elért fontos sportteljesítmények elszántságának és szenvedélyének elismeréseként, valamint a román sport fejlődéséhez nyújtott jelentős hozzájárulásáért kapta meg az érdemrendet, írja az elnöki hivatal közleményében. A fogarasi havasokban elhunyt hegymászóról Aradon Parkot neveznek el, közölte honlapján a város polgármesteri hivatala. Az önkormányzat bejelentette, hogy gördeszkapályát, mászófalakat, kikapcsolódású alkalmas tereket és szabadtéri könyvtárat alakítanak ki a jelenlegi gyermekparkban, amely Török Zsolt nevét veszi fel.